Átadták a baranyai gazdasági kitüntetéseket februárban, amik odaítéléséről a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége döntött. Ez alapján az év üzletembere díjat Urbán Ernő kapta, aki a helyi filmiparban ért el sikereket. Meglepett voltam, és pont az előbb a kollégáknak küldtem egy SMS-t, hogy kaptunk egy díjat, és talán ebben van benne minden, hogy meglepett természetesen, mert én azt gondoltam, hogy ez csak az én hitem, vagy hogy ez csak én magam belülről élem meg, hogy ebből valóban valamit lehet kezdeni. Ugyanakkor van egy gyönyörű épített örökségünk, van egy gyönyörű városunk, ezt az identitást nagyon-nagyon tudná fokozni a dolog. Úgyhogy én hiszek abban, hogy ki tud alakulni egy kis filmipar, és hogy a sok tehetséges ember, aki itt létezik és van, az valóban tud ebben dolgozni. Nagyon-nagyon sok üzletágat megmozgató iparágról van szó. Az év fiatal üzletembere díjat egy IT-fejlesztő cég tulajdonos ügyvezetője érdemelte ki. Úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú út volt mögöttünk és az egész csapatunkkal, és megtettünk mindent azért, hogy így a V5 Labs-zel elérjük ezt, közösen ezt a sikert. Ugye a szenvedélyünket éljük, és az hagy bennünket, hogy azt csináljuk minden nap, amit szeretünk, tehát itt az IT területén, és az, hogy az ügyfeleinek folyamatosan tudunk segíteni, újabb megoldásokat tudunk mutatni, ami egyértelműen azzal jár, hogy profitot realizálnak a cégek, akik velünk együtt dolgoznak. Azt szeretnénk, hogy az országban a top 5 legnagyobb digitális ügynökségek közé soroljanak bennünket, és Európában elismert nevünk legyen. A Mohácsi idegenforgalmi díjat Lakatos László kapta, aki különleges kerámiáival érdemelte ki az elismerést. A fekete kerámia, ugye annak már történelme és kultúrája van Mohácson. Én azt készítem, édesapámtól tanultam meg, illetve azért már kicsit továbbfejlesztve magamat, a Mohácsi babfűzőedét is készítem, aminek szintén nagyon nagy hagyománya van. Ugye tavaly volt a 25. babfűző fesztivál, de a fő ugye nekem a Mohácsi fekete kerámia. Jelenleg 13 éves lesz a fiam áprilisban, eddig úgy néz ki, hogy viszi tovább a szakmát, teljesen arra orientálódik és elég ügyes ahhoz, hogy vigye tovább, úgyhogy mondhatom, hogy ő lesz majd a harmadik generáció, bízunk benne. A mohácsi polgármester szintén díjban részesült. Szekó Józsefnek ítélték a Zsolnai díjat, baranya gazdasági fejlesztéséért végzett tevékenységét ismerték el így. Ez a több mint két évtizedes polgármesteri tevékenységemnek egyfajta elismerése, és talán bizonyos szempontból egy olyan megtisztelő elismerés, amiben van megelőlegezett bizalom is. Tehát azt mindenképpen el kell mondani, hogy a gazdaságfejlesztés, a gazdaságépítés, élénkítés az nem egy öncélú folyamat, feladat, és az nem önmagáért van, és ez egy komplex feladat. Tehát nem elegendő egy településen csak létrehozni egy ipari parkot, építeni néhány csarnokot, hanem a települést más szempontból is vonzóvá kell tenni. Tehát azért, hogy ott jó legyen élni, hogy az emberek szeressenek ott lenni, legyenek megfelelő ellátások, a bölcsödei, óvodai ellátástól kezdve a különböző iskolai ellátásokig, a szakképzésig, vagy hát fontos az egyetem közelsége, de fontos a művelődés, a szórakoztatás, a sportolási lehetőségek, az egyéb kikapcsolódási lehetőségek, a környezet, egyáltalán a városkép, a város élhetősége, ez mind hozzátartozik ahhoz, hogyha egyrészt, ha oda jön egy beruházó, egy befektető, akkor lássa azt, hogy az ő dolgozói jó környezetbe kerülnek, szerethetnek ott élni. Adott esetben a vezetők is úgy dönthetnek, hogy inkább ott telepednek le nálunk. Az elmúlt időszakban volt erre is példa, hogy külföldi tulajdonú cég vezetői áthelyezték a székhelyüket Mohácsra. Úgy döntöttek, hogy ez a város, ez a környezet jobban tetszik, és itt ott szeretnének élni. És hát látom, hogy lassan lokálpatriótábbak lesznek a régi lokálpatrióta mohácsiaknál, aminek én nagyon örülök. Az üzleti estély lehetőséget adott arra is, hogy a megye gazdasági helyzetéről, lehetőségeiről képet kapjanak az itt élők. Kétségkívül gazdasági fejlődés van Baranyában, azonban ez nem elég ahhoz, hogy az országos átlaghoz fölcsatlakozzunk, még mindig leszakadóban vagyunk.
viszont a térségben van annyi potenciál Baranyában és a Dél-Dunántúlban, amely akár képes a legsikeresebb városok és régiókhoz felcsatlakoztatni. Ez egy nagyon koordinált összefogás, és bizony kitűnő teljesítmények kellenek. Az összefogás, az együttműködés, a koordináció az önkormányzatok, egyetem és a kamara dolga. Az utóbbi viszont már most is megjelenik, és épp ezért kapták a kitüntetéseket azok a szakemberek, vállalkozók, akik ilyen körülmények között is kitűnőt teljesítenek, és példát mutatnak arra, hogy igen, lehet fejlődni, és nem feltétlenül kell belenyugodni, hogy a tőke és a munkaerő eláramlik a térségből. Pécset is jelentős változások vannak, elkezdődött egy koordináció a fejlesztés politikában, egyetem az önkormányzat és a kamara között. Még nem mindig hatékony, még mindig vannak régi reflexek, de én úgy gondolom, hogyha ezt folytatjuk, ezt az utat, akkor ahogy meghívtam Kecskemét és Debrecen alpolgármesterét, és bemutatták az ő fejlődési pályájukat, hogy a Pécs is ezt meg tudja csinálni. Nem lehet a gazdaság a vállalkozások nélkül fejük felett gazdaságot fejleszteni. Tehát be kell vonni a helyi meglévő gazdaságot, őket kell először a célpontba helyezni, innováció, humán erőforrás, utánpótlás, kutatásfejlesztés, minden terén. Ha ők elindulnak, az körülbelül egy ilyen 35-40 milliárdos beruházás, az önmagában már akkora vonzerő lesz a további új beruházásoknak, a további tőkének, a lakosság vissza- és beáramlásának, ami tényleg fejlődési pályára juttatja Pécset. Tehát ezt a célt, ha elfogadja végre mindenki, nem csak a beszéd, hanem a napi gyakorlatok terén, és azt mondom, hogy Pécs biztos, hogy fejlődni fog. Az üzleti estéjén a megyei kamarai elismerések mellett a városok önkormányzatainak elismerései szintén kiosztásra kerültek.